Mi csináltok már megint? Van még helyett a zöld jogdíj előtt, lehet még beállni másnak is. A nálam nincs kötél. Hello, valami jön, itt lesz valami gyerekek. Hey. Ez egy bátor megélj, az, hogy az E200-as bárméket szétszakadja. Vagy elutasd meg, csak nehogy az enyémet hozd be. Gyerekek, itt nincs rúg. Ez a gyerek egy uraklan gyerek lett. Jani, egyik telefonon sincs rúg, pedig kötelező felszerelés. Ne mondd már, a rendőrök is hallják, majd már ja. A Mirko cégnél van két rúg. Mert nem ment be senki egy órán lezőt sem. Így azt nem kaptok urat. Így jártok. Mit kalapácsoltok? Hát ez egy se normális. Azért nem fogják abban, hogy szép nem szakad valami. Ezek nem szabadulnak. Ilyenek a tárgyalások. Főleg később. Ez se kellett volna, mint a rendőrökkel. Kapok úgy, hogy 100%-ot. Majd összekedjük már, hogy egy szomítást a sikorban a tudóból. Na, gyerekek! Még először így próbáljuk? Pitbull iszonyat laza. Nézzétek milyen volt, semmi félelem nincs benne. Szerintem be se akar ülni. Pedig két hatalmas John Deere, két komoly érték. Pitbull, még meggondolhatod magad? Na hát akkor Isten áldja a John Deere-okat. Na, 3, 2, 1, húz! Hányás szózgat a nézőket, mert ezeket a magasztól is szálltok a mindenki John Deere-okat! Ha ki a nyerő, gyerekek, ki a nyerő? Hajaj! Gyerekek, hol a olajat keresünk van? Hajaj, néznek, kérek! Ha csak két kerekű lett a pipó, két kerekű megjelent az elején. Azt hiszi, hogy jól fogsz. Iszonyat! Energia, kocsik, mondodik itt a semmiért. Szerintem utána Pitbull állhat oda és kiásti a John Deere-okat, mert úgy látom jól lelásták magukat. Na szóval gyerekek, még így sem bírjátok elvédni. Mondtam én, hogy nem fog bejönni. Leves Pitbull, bassza meg, leves, kapaszkodj. Ezeknek még innél rossz ócskavasat se addig nem úgy John Deere-t a kezükbe. Iszonyat tévedések vannak a nagyvilágban. Hát gyerekek, ezt még különösen se tudjátok húzni, nem hogyha még elletetek megy. Elakadtatok? Szarügy. Na, Pitbull, adjál neki! Most adjál neki, hagyd lássuk! Nem előbb, kemény pályán kerülj. De azért Pitbull vontatja magát, csak ők nem érzik. Mit szólnak a tűzoltók ehhez a parunkodáshoz? Úgy láttam, az a lépel nagyon nem erőködik. Már ilyet láttak. Utána kellett kivágni a pilótát a fülképről. Gyerekek, kár volt ide tárcsát fogadni az elmúlt két nap, megcsináltátok volna így is, fellazítottátok volna a talajt, amikor kell. Ez a Pitbull vissza? Igen. Köszi, arrébb állok, jó, hogy mondtad. De hova pattan? Hát csak addig tud menni, amilyen hosszú.
baj, teljesen mindig idők, úgy sem hagyják abba. Na szerintem hagyjuk abba a gyerekek. Kezdődik az estén, és a menni kéne. Nézd milyen szépen mórikálja a fenekét az első, most a második John Deere is. Ez már egy igazi lambada. Figyeljetek, a John Deere lambada. Figyeljetek, felnőtt emberek. Szerintetek ezek normálisak? Egy sem. Nem vagy, de mi sem vagyunk. Miért nézitek? Ti normálisak vagytok, ugye őszintén, sugjátok meg nekem. Hát azt mondta Léni, hogy a traktorhúzás az nem játék. Nem vicc. Nem vicc. De nem is hát akkor már. Mindenki bolondnak idejött. Ez így igaz, de ez egy bolond százat csinál. Ez is pontosan. Hello, hello, figyeljetek már! Itt egy bátor ember. Kedves Kardos Feri bácsi, aki kölcsönadta a kvadját, kihívja a pitbullt. Ő nem szarózik. Na, ez az önbizalom, gyerekek, ez az önbizalom. Egy fogom számra csinál, indul. Nézzétek, hogy húzza a pétból mind a kettőt! De azért vigyázzatok el, pattan a kötél itt! Összeszakad a mutatvány. Egyedül nehezebb, mint ők kettő. Jó, van, szerintem elég jó felszámítottak a pályán. De viszont még egy rá, hogy nem húztam tovább, már megint